Egyébként azt hozzáteszem, hogy ugye ez egy 4 napos összecsapás szokott lenni, de ezt most nagyon leszűkítették itt a koronavírus helyzet miatt. Az az 5 nyertes páros mérkőzés, az tényleg egy hirtelen halál a játékosoknak. És ezt azért mondom, mert ugye a felét dobja, mint hogyha egy 5 nyert. Tehát mint hogyha egy 3 nyertet dobnának, és azon dől el. Most vagy azt fogják előrehozni, hogy ha ez ebbe az irányba mennének el, amit ugye Vémárdől mondott, hogy egy kicsit növeljék a párosoknak a legszámát, vagy esetlegesen szettekre bontanák, tényleg érdekesebb lenne az, hogy vagy pedig maradnak ezek is, csak most itt 2 egyéni verseny eldönti. Tehát eddig nem láttunk párosokat, és hogyha most a erőviszonyokat nézzük jelen pillanatban, annak ellenére, hogy Robert Thornton is egy kiváló játékos, de ugye Johnny Clayton most jobb erőt képvisel, itt is 2-0-val mehetnének el. Csapat, de vagyis hát páros VB, de mégse fognak párost játszani. Vagy elmennek abba az irányba, mint ahogy ami olyan döntőbe van, hogy 3 pontot kell effektíve szerezni, és biztosan fognak párost játszani. Én úgy látnám ezt érdekesebbnek, hogy maradnak az egyénik, de először a párossal kezdenének. 100-as a válasz az 59-re. Mámorog. Százas. Volt egy érdekes, végig lehetett hallgatni, hogy megbeszélte Hendo és ugye Henderson és Thornton a győzelmüket. Már a szállodába érkezésnél olyan hangosan beszéltek. Megmondom őszintén, hogy körülbelül a 100 mondatból 2 szót tudtam kivenni. Annak is a kezdőbetű, ugye az F betű volt. Igen, tehát egy csak, főleg Thornton, azt tudni kell, tehát egyfolytában sípolnák, amit mond. Tehát komolyan, tényleg. Tehát a ő megszólalása az egy síp, tehát így vegyük. 42. Na, nem már rosszul Thornton. Nem. Főleg így a 159-re. Gyönyörű 140-nel. 8-ra. És akkor egyszer csak Robert Thornton megverné ugye Johnny Claytont, és egy jó páros meccset láthatnánk akkor. Először ott, ahol nem is biztos, hogy vártuk volna, hogy lesz páros meccs. Na most kap tűrohamot, ha nem dobja be. Nem dobja be! Hú, azt a tekintetet. Egyébként ugye ez a másik fele, hogy ugye elnéznek ott oldalra, de szerintem a megszokásból 32, dupla 8, nem az dobja be meg. Van egy újabb. Nincs ott senki. Esélye. Tehát nincsenek ott hozzátartozók sem. Nem dobja. Tehát oda elnéznek oldalra, hogy senki nincsen. Ugyanis se a menedzserek, se a hozzátartozók nem tudnak bemenni. Egy külön terembe vagyunk a bemelegítő terem mellett, és ott egy tévén lehet nézni az egészet. 22. Egyre érdekesebb lesz. 100-as. Na most jön a tripla Claytonnak. 100-as. Hoppá, elmegy az egyesbe. Nem jön tripla, levált, ott sem jön. Pont. Oh, 140. Úgy látszik, hogy kezdi elkapni a fonalat Clayton. Kevesebbet idegeskedik most, nem? Ugye? Visszafogottabban. 59. Tudom, egyébként beszéltetek a nyereményekről? Meg... Nem. Nagyon szép eddig.
Folytatni kell, folytatni. Beledobta a tolba! Micsoda pek! Ezért pluszpontok járnának. Igen. Egy sör majd a bárba este. Egy 60-as. És ott van, elkapja a fonalat. Bizony! Gyönyörű, 134-jel marad a 60, de nézzük Claytont 120-ra. Shanghai. Megvan a neheze egyik része. Bedobja! De szépen felépítette. Igen, milyen szépen, pontosan minden a közepén. Nagyon jó volt. 100-as. Érdekes meccs, ez mind a kettő nagyon jó meccs eddig. Annak ellenére, hogy itt az átlagok nem az egeket verik, de mégis nagyon érdekes meccs. 60. 60 az csak. Ugye minden játékos teljesen másképp kezeli ezt a World Cup of Darts-ot, ugye. Ugye itt a profi karrierjükben ez az egyetlen egy hely igazából, ahol a országukat tudják képviselni. Hú, nem megy, nem jaj, megy, jaj, 41. Igen. Épp, hogy megragadtott. Gyönyörű nyilai vannak Robert Ortonnak. Nem jön a tripla 19-es. Hát egyelőre Clayton nem brillírozik. Ó, 41! Na most nézzük. Tud egy 100 fölött itt, nem nagyon fog. Hihetetlen. 83 csak. És lemehet Ortón akár 100 alá. Így már nem fog. Sőt, megint bejön az egyes, na most már nagyon vörösödik a feje. Az jó. Az is jó. 139-el 120-ra az előbb megoldotta. Most kéne Tortonnak, nagyon jó. Szép. Aj, megint az egyes. 117, neki 60-ja marad. Megint a Shanghai, ami az előbb sikerült. Megint egyik. Jól kezdi. Az is megvan, és a dupla. Majdnem megint összejött. Meg kell oldani a Tortonnak. Megvan, és dupla 20-a, kettő marad. Mindig a kedvenc duplája. Nem dobja be is, az nagyon csúnya volt. Itt meg is pecsételi szerintem a mérkőzés Clayton. Dupla 10. Még mindig. És nem tudja bedobni. Thornton sem gondolta volna, hogy még kap egy esélyt. Közelít, aha, közelít, közelít. És túldobja. 6 nyilat ront el duplára, illetve 5-öt. És egy nyila marad. Nem tudja bedobni. Hú, mit szenvednek, most kínlódnak a duplával. Dupla 5. Thornton. Az jó helyen van most neki. Most kell vigyázni, hogy belülre dobja. Óvatosan dobálja. Bedobtam! Na, 2-1, végre egy elégedettség Thorntontól. Ritka pillanat. Na, micsoda kezdés. Hopp, egyes. Kipatta. Na, ez eddig 21. Hoppá, az nagyon jó megint. Százas. Hogy hergeli magát Clayton, lehet látni. Megint csak úgy rengeteg egyes szektor dob Thornton. Rompott! Nem biztos, hogy láttunk már ilyet. Hát ez hihetetlen. Hogy röhög rajta? Hihetetlen. 3 pontot dobott. Erre szokták mondani, hogy jó dárcos szektort nem téveszt. 140. 3 pontot dobott.
Ezt el kell engedni, ezt a leget, igen. Hát ez maximum akkor múlod alul, kipattan egy nyíl. Az egyesből. Bárban. És ráment egyébként. 97-es a dobás. Hát ezzel már nem foglalkozik Thornton, ez de veszett fejszennyele. Meg is csinálja. Csinálja, gyönyörű. 2-2. Ez most nagyon szép volt. Robert Thornton visszaesett 64-es átlagra. De nagyon de fontos leg. 2-2, az mind a kettő tripla. Ez hihetetlen, hogy mennyi szektor hibája van. Nyolcvanötös. Na most végre rögtön igen, a triplát eltalálja. Százas. Megint ott is egy rossz szektor. Mellé, igen. 95, most ez egy jó korrigálás volt utolsó nyillal. Na most beleerősít Thornton. 180! Ez volt az első 180 a meccsen. Százas. Nézd meg, elkapta a fodorot. Nagyon jó játszik. Oda néz. Szenzációs. Azt elrontott a szektort, azt elrontott a 11-est akart, 43 maradt. Figyeld, figyeld, milyen jó most ez is. 140. Hármas, megvan, dupla 20. Még mindig a dupla 20. Megdobja és 3-2-re vezet. Lesz-e vajon döntőleg? Az attól függ, hogy most hogy alakul a dolog. Megnyeri a saját kezdését Clayton. 40-nel kezdett! Az jó helyen van neki. Ott a tripla Thorntontól. Azt elkapkodta 85. Százas. Jók az esély egyébként Thorntonnak, hiszen most sem áll rosszul ebben a legben, és ráadásul, ha újabb leg lesz, azt ő kezdi. 60. Azt hitte a rendező, hogy az, igen, az is tripla. Nem megy tripla bele. 60! Nincs tripla. Milyen közel van? Ejjajajajaj! És ezzel korrigál 85. Teljesen másképp viselkedik mind a kettő, mint szokott. Egyszerűen hihetetlen. Oda néz! Megint kipattal a... Hihetetlen, hogy eltalálta! 120! Kiegyenlíteni, kiegyenlített. Oda pont elébb a tetejét. A protektor találta el. Ugye az azért van, ilyenkor van az embernek, hogy minek használ protektort. Szerintem egy sima tollal elcsúszott volna. Az benne. Jó. 140! 36-ra! Meg kell oldani a 94-et. 76. Biztos van, mert nem sikerült a dupla 18, csak ez sima lett, de nem láttuk a toltól. Na van és itt a meccs nyíl. Bedobja! És itt a páros! Hát nem hittem volna. Életben tartja a skót reményeket. Hátul. Most lemennek, nyilvánvalóan tartanak szünetet, hiszen azt nem várhatjuk el, hogy Thornton, illetve Clayton rögtön elkezdjen játszani a párosba, úgyhogy hát szerintem mi is tartunk egy kis szünetet, mert biztos, hogy nem fog most elkezdődni egy-két percen belül a következő mérkőzés, úgyhogy aztán, amikor majd jönnek ki, akkor ismételten kapcsoljuk Salzburgot.